A korintusi második levél 6. részének 11-től a 13-ig terjedő versei következnek. Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Viszonzásul pedig, mint gyermekeimhez szólok, tárjátok ki ti is szíveteket. Szeretett testvérei, az apostol úgy járt kelt ebben a világban, és ahol megszólalt, és gyülekezeteket épített, mint aki nem csak az Isten igéjét volt kész közölni, így írja a tesszalonikaiakhoz, hogy készek voltunk közölni veletek, nem csak Istennek igéjét, hanem a saját lelkünket is. Tehát úgy forgolódott közöttük, mint aki nem egy árut visz, hanem mint aki az egész lényével kitárulkozik, és egy sorsot vállal velük, egy közösséget. És ez nagyon nagy kincs Isten országán belül, hogy mi is így lehetünk egymással, testvérei. Valaki szólt nekem a múltkor, azt mondja, én nagyon jól ismerem magát, de maga engem nem. Mondom, hogy? Hát úgy, hogy én nézem a videókat, és én ezek nyomán úgy tekintem, mint aki a családunk része. Hát naponta bekopok hozzánk, amiket elmond, annyi mindent megismertem az életéből, és olyan közvetlen, tényleg olyan szeretettel üdvözölt, mint ismerős családtagot. És mondtam neki, hogy nagyon örülök. És nyilván ennek a műfajnak, hogy itt én ezekkel a videókkal jelentkezem, vele járója az, hogy nem vagyunk egy térben, nem úgy ismerjük kölcsönösen egymást, de attól még ez az Isten országának egy jellemző része. És az én számomra mindig is nagyon nagy kincs volt Isten gyermekei társasága. Emlékszem, hogy a legutolsó szolgálati helyem ugye a Városligeti Fasori gyülekezetben volt, és elég hamar megindult az ébredés, és aztán sokan jutottak élő hitre. És nekem minden nap külön ajándék volt, hogy én találkozom munkatársaimmal, akik hitben vannak. Aztán jöttek gyülekezeti tagok ügyeket intézni, találkoztunk. Nem csak velem, de ha csak lementem a lakásból és az udvaron, összefutottunk, olyan jó volt Isten gyermekeinek. Az a, így szoktam mondani, talán már ismerik ezt a testet, hogy cinkosság, hogy mi szorosabb kötelékkel tartozunk egyben, mint általában a rokonok, barátok, emberek. Az Isten országa, Krisztus személye összeköt bennünket. És írja a korintusiaknak, hogy ide figyeljetek. Nem a mi oldalunkról van szorultság, hogy nem vagyunk nyíltak veletek, hanem a ti szívetekben van a baj. És sokszor gondolkodjunk el ezen, testvéreim. Amikor valakinek már nagyon elege van mindenkiből, amikor ez se tetszik, az se tetszik, itt is, ott is baj van. Tehát amikor úgy van, hogy mindenki szembe jön velem az autópályán, akkor gondolkodjam el, hogy vajon nem az én szívemben van valami elakadás. Nem bennem van a baj, hogy én nem tudok, vagy akarok úgy lecsillapulni, vagy megbékélni emberekkel, vagy miattam nem lehet olyan a kapcsolat, mint amilyen a másik oldalról lenne.
S Pál azt mondja, hogy mint gyermekeimhez szólok. Hát az ige hirdetésem nyomán jutottatok élő hitre, korintusiak. Hát ébredés támad közöttetek. Hát olyan szeretetben együtt éltük át ezeket. Tárjátok ki ti is a szíveteket. Hadd legyen ez a mai videó annak az alkalma, hogy végig gondoljuk, hogy is vagyok én a lelki testvéreimmel. Milyen a kapcsolatunk, és vajon nem bennem, az én szívemben van szorosság? Valami nem ott akadt el? Kérdezzem is, hogy Uram, mutasd meg, hogy hadd szabaduljak föl, és hadd legyen ilyen kincs a számomra, hogyha Isten ütött kopott gyermekeivel, mert mindjárt ilyenek vagyunk, de egy lehet a szívem, és együtt dobbalhat. Hadd legyen ennek az ajándéka miénk.